Sziasztok, üdvözletem minden Felsőpetényből, és eljöttem ide vonalat bejárni, mégpedig itt az itteni Felsőpetényi Kisvasút, Bányavasút, maradványait fogjuk megnézni. Nézzétek meg, itt van a régi járműtelep, lehet itt, de rengeteg, ott még sín is van, itt kisvasúti kocsik, csillagkocsik is, és ott van egy benzinkút, szerintem az lehetett a tankoló állomása itt a kuli mozdonyoknak. De még úgy látom, arrafele is vannak érdekes dolgok, úgyhogy még megyek tovább. És hát eljöttem ide a végéig. Hát közben egyébként szemerkél az eső, de hát ezt nem tudhattam előre, és hát most érek rá, úgyhogy most fogok vonalat bejárni. Egy kis esőtől nem ijedek meg. Na, hát látjátok, ez még a... megmaradtak a csillagkocsik. És valószínűleg itt lehetett az átrakó állomása, hogy itt pakolták fel az agyagot a csillagkocsikra, és innen vitték le Bánkra a nagyvasúti átrakóra, ami majd a végállomásunk lesz. Majd azt is megmutatom nektek. Mondják, meg kell egy kicsit közelebb menni. És akkor nézzétek, itt van a többi a rozsdásodó csille. Hogy hiszem, és még ott is van egy... eddig lehet bejönni. Innentől már magánterület és kerítés is van. Hát ennyi. Az agyagbánya egyébként még úgy tudom, hogy működik, csak a kisvasutat számolták föl. Ként aztán 2012 környékén szűnt meg a kisvasúton a forgalom, hogyha valami szerintem utána fogok nézni. Lassan is 2014 után kezdték el felszedni. Vágányzáró sorompó, egy váltó, és nem tudom, hogy az egyik átrakó az itt lehetett, de egyébként a sínek azok itt is vannak. Itt taladtam is, csak eltakarja a gazda, egyébként itt van még egy sínszal, amelyik elmegy a végéig. Tehát valószínűleg itt is lehetett egy átrakó. Vagy ezt, hát vagy nyilván ez maga az átrakó, de hogy itt is folyatott rakodás. Próbálok egy kicsit jobban bezumolni, és akkor talán még ott a vágányhálózat látszik. De hát ennyi maradt belőle. Hát ennyi látszik belőle, tehát közelebb nem tudtam menni, és egyébként csak hogy megmutassam, hogy itt még van egy sínszál. És ez ment tovább Bánkra. Ugye itt errefele bevezet ott a bánya területére. Az építéséről most nem találtam információkat, de ezt valószínűleg amikor megépült a bánya, akkor építették, és a nyomtávolsága az 600 mm volt. Tehát hasonló, mint a kemenceihez, ez is 600 mm-es volt, és később sem építették át 760-asra. Amint a ugye 2007-ben bezárt a Dióselő romhányvonal, ugye a nagy vasúti, viszont a teherforgalom megmaradt. De 2012-ig a bánya az még a kisvasúton keresztül szállított föl oda ugye, agyagot. És utána az átrakó is megszűnt, tehát a bányának a forgalma is. És onnantól kezdve ugye a Dióselő romhányvasútvonalnak a minimális teherforgalma is megszűnt. És 2012-ben már volt arról szó, meg így többen szorgalmazták is, hogy turisztikai célból üzemeltessék ezt a kisvasutat egészen idáig, felsőtéig, ilyen 5 km hosszú. Viszont 2014-ben felszedték Bánkig az egész pályát, csak itt hagyták meg a bánya területén. Ugye minden, ami a kerítésen kívül volt, azt nagyjából felszámolták. Hát most végig fogom sétálni a kisvasutat, de sineket valószínűleg nem találunk. Vagy maximum az útátjárókba, mert onnan macerás kiszedni. És ha nem aszfaltozták újra azóta az utat, akkor az ott is van. Bár azt akkor se szedik ki, hogyha újra aszfaltozzák, csak ráaszfaltoznak, mert úgy egyszerűbb. Hát azt láttuk már az előbb is. Itt a, hát úgymond a benzinkút. Gondolom, hogy itt tankolták, gondolom ilyen kis kulimozdonyokkal vagy C50-esekkel mehetett. Már úgy emlékszem, hogy láttam, illetve van is erről egy videó, majd be fogom linkelni. Móra Attila készítette, amikor még üzemelt a vasút. Egyébként a rákeresett ezekre, egyébként nagyon jó videókat csinált. Akkoriban még VHS kamerával, egy analóg kronológ címmel. Tehát ott a Móra Attilának az analóg kronológ féle videósorozata, az nagyon jó. Tehát és ott még üzemelőként ez a kis vasút is rajta van, és úgy emlékszem, hogy a C50-esek voltak, de nem tudom, most meg kell nézni a videót, de hát az majd otthon. Látjátok, itt ja, fut tovább a öltés, és itt még meghagyták a sineket. Valószínűleg itt nem zavart senkit, ezért szedték föl meg. Meg valószínűleg ezt a sínanyagot már nem is tudták hasznosítani máshol, úgyhogy
drágább lett volna felszedni, mint itt hagyni. És hát közben hát így egyenesen itt a végig töltése ment az út mellett, és majd lesz egy pont, ahol a közutat keresztezi, és a másik oldalt fog menni. Ezt majd nézem kell a térképet, hogy az pontosan hol volt, meg nem egy pontosan jelölték be, avagy észre fogom venni. Még az egyébként lehetséges, hogy a vasúti átjáró táblát kint felejtették, mert azt általában nem sürgős beszedni, főleg, hogyha még a sínszálakat benne hagyták az átjáróba, és akkor viszont egyszerű dolgunk lesz. Kicsit még visszatérve ott a Mór Attila féle analóg-kanalóg sorozathoz, már csak azért is tudom ajánlani, itt a tartalom miatt is, mert nagyon jó videókat csinált, még akkor ilyen VHS kamerával, nem kiskazettás kamerával dolgozott. Akkoriban a kisvasutakkal, tehát olyan kisvasutakat videózott le, ilyen 90-es évek végén, meg 2000-es évek elején, amik már lehet, hogy fizikailag sincsenek meg. De, vagy mint ez is, hogy esetleg része megvan, de már nem üzemel. De még csak azért is, mert az intrót is nagyon jó intrót csinált. Ezzel a VHS videomagnóval, ez a kazetta be, kihúzza a fej a szalagot, tehát a B-plusz a régézét 8 mm-es filmai fonog, tehát az kifejezetten az is tetszik. Igazából sokkal az intrókat nem tartom, meg nekem is azért nincsen, mert nem tartom fontosnak, mert én is, hogyha YouTube-on nézek egy videót, akkor is értem, még hogy jó is az intro, mert például most megint egy kis reklám jön, például Hajnal Gyulának a csatornájának nagyon jó intrói voltak, meg vannak is, igen, tehát azt is maximum egyszer-kétszer megnézem, de mondhatnám egyébként triplakát, itt is az a legós intrója, az is nagyon jó, de hát azt ugye egyszer-kétszer megnézem, és látom, hogy ugyanaz nem változott, akkor át szoktam tekerni, már így századjára. Tehát igazából ezért is nem tartom sokkal az intrót, meg hát ezért sincs nekem se. Mindegy, egy kis mellékpofázás, de térjünk vissza a lényegre. Már mindjárt kicsit közelebb megyek az átjáróhoz. Nem, hát az útátjáróban meg pláne benne a zsákot, és végig látszik a terelősín is az útátjárón. És a nyomtáv is, hogyha megnézitek, tehát kisebb, mint az átlagos kisvasút, persze, mert 600 mm. És egyébként itt, nézzétek, csak itt volt egy váltó. Valószínűleg. És itt a lényeg, hogy bevezet ide a másik telephelyre még egy. Tehát még lehet, itt is tárolnak kisvasúti járműveket, majd mindjárt közelebb megyek és megnézem. Ja, igen, és a másik, hogy eddig szedték fel a vasutat. Látok, hogy eddig bontották fel, itt látszik ez a sínszal, hogy ezt már itt ott hagyták. És itt is látszik, még a töltés az látszik, de egyébként minden mást eltüntettek. Talán még a kavicsájból maradt valami, de se betonaljak, talfák, semmi. Meg a sínek, és akkor hogy hát jót nem tovább egyenesen. Azt már mindjárt megnézem, de szerintem ott ment bent a bozótosba. És ahogy mondtam, az útátjárókba a sineket meghagyták. Elgondolom, macadás volt innen kiszedni. Nem ért annyit az egész. Inkább benne hagytának, hát enni nem kér, akkor meg minek foglalkozzanak vele. És akkor a lényeg, hogy itt folytatódik tovább a vonal. Gyors nyit, hogy ugye innen jöttünk. És ez egy-két sínszálat még itt találtam itt nagyon a gazba, de vagy hát gaz, itt csak fű van, de csak betemette a sár, de egy-kettő van, tehát azért mindent nem szedték ki. És akkor ugye itt a kérdés, hogy az alapig, ameddig lehet, megpróbálok itt elmenni. Aztán, hogyha nagyon szar lesz már a helyzet, akkor kimegyek az útra, de hát ugye mindjárt, tehát által a kezdő vonalba járók ilyenkor kimennek az útra és ott követik tovább a vasutat. Aki meg ilyen elvetemült, mint én, az ameddig lehet, meg ameddig lehetséges, az megy a nyomvonalon. Hát, egy darabig megyünk. És akkor nézzétek, csak, hogy itt ment tovább a kis vasút, és 5 éve szedték föl, és már kezdi a természet visszahódítani. És egyébként a Felső-Petényi agyagbányába lesz majd egy szervezett túra is novemberben, de úgy tudom, hogy már minden helyen kelt rá. De nekem sikerült bejutni, és már ki is fizettem, úgyhogy arra menni fogok. November 12, azt hiszem, hogyha az időpontra jól emlékszem, de valamikor novemberben lesz, és szombat. Abban is biztos vagyok. Úgyhogy majd valószínűleg, hogy ha engedik, akkor onnan is lesz videó. Csak egy kicsit jöttem, egy maximum 50 méter, de innen már nem tűnik olyan nagyon rossznak a dzsumbúja. Tehát ennél sokkal nagyobb dzsumbújba is mentem már, úgyhogy simán lehet itt követni a kisvasutat. És az első nyom, hogy hát az első bizonyíték arra, hogy jó nyomon járok, itt van egy kis vasúti betonalj, amit valamiért itt hagytak.
Sőt, itt van még egy, csak ez egy kicsit jobban be van temetve, de van itt még egy. Még egy kis vasúti betonalj. És ott van még egy, tehát nem is minden betonaljat vittek el, pedig azért egy kis vasút biztos örülne még ezeknek a betonaljaknak. Egy kis vasúti betonalj azért sok helyen hiányzik. És hát ezekkel különösebb baj nincsen, tehát kis javítással be lehet ezt építeni, akármelyik kis vasútba, aztán majdhogy nem örök élet, plusz 2 évig jó. Ként innen jöttünk, és látjátok, hogy a pálya az nyílegyenes. És hát sokáig az is lesz, de mondom, lesz egy szakasz, ahol majd a közúton keresztezni fogja, és átmegy a túloldalra. Ezt nézzétek, amiről beszéltem, a vasúti átjárók előjelző táblát, azt még kint hagyták, tehát nem is olyan sokára át fog menni az út túloldalára. De hát nincs az olyan nagy forgalom, úgyhogy ezzel nem lesz majd problémát kelni. Tehát még hogyha magát az András keresztet le is szedték, mert tényleg majd vasúti átjára megszűnt, de az azt előjelző táblát az nem volt. És meg hát az tényleg nem zavart senkit, az ott maradt. De ez nekünk jó. Hú, egyébként ezt nézzétek, mennyi csalán van. Úgyhogy vigyázz, Iván, most nem probléma, meg egyébként is szar idő van, úgyhogy most beöltöztem, de nyári vonalbejárásnál ez már probléma lenne, hogy akár tavaszinásban kicsit jobb idő van, aztán ugye akkor megesik, hogy mondjuk rövid nadrágban az ember, akkor viszont itt most össze-vissza csipkedtek volna, és nézzétek. Sínek benne is maradtak a közútba. És még az András kereszt is kint van. Akkor itt most átmegyünk, most pont nem jön semmi. Itt nem egy hatalmas forgalmus ráda, de maradt némi emlék a kisvasútból. Tessék, nézzétek meg. Ugye hát ezt, ahogy mondtam, az átjárókból nem annyira sürgős kiszedni, és akkor hol jöhetett itt tovább? Valószínűleg ott, arra, igen. Hát itt, és akkor ott ment. Itt a közút mellett végig. És a következő már az lesz, amikor majd a Bánki állomásnál ott is benne maradt az aszfaltba. Meg ott még betonaljak is vannak az átrakónál, legalábbis tavaly voltak. De hát nem hiszem, hogy azokat kiszedték volna, hogyha eddig nem volt sürgős, és nem kellett máshova. Mindegy, másszunk akkor idebe, aztán menjünk tovább. És akkor a szokásos, hogy itt egyenesen megy tovább a vasút. Itt volt benne egy év, nyilván, hogy átjött az úton, akkor majd szépen megyünk tovább. Igen, két az előbbi félbajtak gondolatot, hogy általában vonalbejárásnál, de sima trainspottingnál, ilyen sinek melletti fotózásnál is szokták javasolni, meg szerintem én is mondtam egy-két videóban, hogy azért ajánlott itt az árcifővek hosszú nadrág pont az ilyenek miatt, hogy sok a szúrós növény, meg a család, meg ilyesmi. Hát még valóban ez így igaz, még én sem mindig tartom be, azt azért hozzá kell tenni, de hát nyilván nem kőbe vésett szabály, de azért jól jöhet, mint látjátok ilyenkor, de hát legnagyobb nyári kárnikulában amúgy se szokás vonalat bejárni, mert egyszerűen már azért a dögmeleg miatt is fárasztó. Meg hát akkor aztán meg már pláne nem öltözik be az ember. Akkor nézzétek, hát hatalmas nagy gazda, itt se számítok. Legalábbis nagyobbra, mint eddig. De hát hogyha nagyon nagy lesz a gazda, akkor kimegyek és akkor sétálok a közúton. De hát, hogyha láttátok a dunapatai vonalbejárásomat, akkor például ott sokkal nagyobb gaz volt, vagy akár a Romhányinál. Hát ott azért volt is, amikor el kellett érni a nyomvonaltól, tehát ott mondjuk csak erdei földút volt, ahol lehetett kerülni, ami úgy azért nagyjából követte a vonalat. Tehát arrafele ilyen szilárd út nem volt, mint ez. De hát akkor menjünk szépen tovább. És egy pár kilométer, és már Bánkon leszek. Nézzétek, hogy a töltés az ott van, tehát a vasút nyomvonala az itt volt. Itt jött egy picit közelebb a közúthoz, vagyis hát inkább a közút jött közelebb a vasúthoz. De itt jött végig a vonal, viszont itt, ha már ennyire közel van, akkor már egyszerűbb a közúton menni. És találtam egy áterezt is. Itt van, itt valami patak lehetett. Hát most lusta vagyok megnézni a telefon, meg nem veszem elő most ilyen esélybe a telefont, az erősebbemből, de megnézhetném, hogy ez milyen fajta, de majd bevágom utólag a videóba, hogyha tehát minden esetben valamilyen kis, szerintem egy pataknak a medre fölött. Egyébként itt van a töltés mellettünk. Most már kicsit csökkent a dzsumbó, mindjárt visszamegyek. Na, ezt nézzétek.
Egy betonaj. Szerintem egyébként szelvénykő lehet, csak már lekopott róla a szám, úgyhogy most meg nem mondom, mi van ráírva. De egyébként igen, itt van a dzsumbúj. Bár ez még nem vészes, hát egy darabig ezen jöttem. És itt megy tovább. Egyébként még szintén párhuzamosan a közúttal. Na ezt a dzsumbújt nézzétek! Ezen viszont már nem kísérdem meg az áthatolás, pláne hogyha itt van mellette a közút, amin egyszerűbben ki lehet kerülni. És egyébként azt nézzétek, ott már van egy vasútállomás jelzőtábla is. Bár az még kicsit odébb van. És ebben valószínűleg a Bánki vasútállomást jelzi, mert a másik a környéken nincs. De hát az még jó pár kilométer. Azt nézzétek, ez már tényleg a vasútmániának a legfelső foka, amikor nézem messziről, vagy láttam, hogy nézem, ott van egy alakjelző, amelyik szabad állásputat, de egyébként nem. Ez csak valami növény, aminek ilyen virágja van. De az alakja tényleg olyan, mint egy szabadot jelző, ez egy bejárati jelző lenne. És itt van még egy átereszt, tehát itt ment a kis vasút, ez már biztos. És nézzétek. Hát itt. Valahol itt a közút mellett ment. És hát egyenesen tovább Bánk fele. Na, itt azért már szépen benőtte a gaz. De nézzétek, itt van egy pár ezért kis vasúti betonaj. Ezeket mondjuk nem értem, hogy nem vitték el bár. Elég viseltesnek tűnik, de szerintem egy-két kis vasútba ez még simán elmenne. Nem, mint egy-két hozzog a talfa helyett. Simán jó, még fatiplis, de nyilván áttiplizni műanyagra, az nem hiszem, hogy egy hatalmas nagy tétel lenne, és akkor tényleg műanyag tiplivel, meg aztán tényleg kb. Örök életig jó lenne. Csak egy életkép innen a vasútvonalról. De egyébként a tájat is érdemes nézni. Így szép Nógrád megyei táj. Én már közeledve Bánkhoz találtam még egy átereszt. Szintén, tehát itt ment a kis vasút végig. Most már itt akkora a gaz, hogy egyszerűbb itt mellette menni. Meg itt már tényleg felszedtek mindent. Aztán ott a kanyar után lassan már tényleg Bánk jön. És még egy nyomát találtam a kis vasútnak. Szintén átjáró, és benne hagyták a sineket. Tehát hát itt megy a töltés végig. És itt tovább, és majd ott, hamarosan ott Bánknál fog megint átmenni az utóerő, mert a vasútállomás meg az átlakó az ott van. Még egy átjáró, és még egy sín darab. De már közel vagyok. Hát itt ment a kis vasút végig. És ott a távolban már látszik a vasúti átjárót jelzőtábla. És nézzétek, itt még megvannak a talpák. Legalábbis egy-kettő megvan itt. Egy érdekes tábla. Itt a vasút mellett. A másik oldalán meg egy 230-as van. Már vagy benne biztos, hogy ez a vasúthoz tartozott. És egyébként itt megvannak a talpák, és ott már távolban ott van a vasúti átjáró előjelző tábla. Jelzőrösnek most már, de egyébként itt fénysodompó volt, még amikor üzemelt a nagyvasút. Ezt a táblát nem tudom mit mide vélni. Tehát megállni tilos parkoló, az erre van, tehát egy parkoló, ahol nem lehet megállni. Meg egyébként itt ki akarna megállni, tehát nem. De a másik rész, hogy nincs itt semmi. Tehát nem tudom, ki akarna ide parkolni, csak így körbenézünk, hogy van itt valami, és persze már megint koszos Valencse, esik az eső. Szóval nem győzöm törölgetni. Tehát itt ki az, aki megállna? Egyébként meg itt a túloldal, meg egy szakadék van. Vagy hát jó, hát azért akkora nem, de hát itt sincs semmi. Úgyhogy ki akarna itt megállni, azt nem tudom. Nem menjünk, és egyébként ott látjátok, ott már előttünk az a vasúti átjárót jelző tábla. És ott van a gyalakjelző, az szerintem a nagyvasúthoz tartozik inkább, nem a kicsihez, de mindjárt közelebb megyünk és kiderül. Na, tjátok, most már tényleg a cél egyenesben vagyok. Mondhatni, megérkeztem Bánkra. Ott van egy alakjelző, ami ezek szerint a kisvasúthoz tartozik, mert a nagyvasút az egy picivel odébb van. És éppen ugye tilos jelzést mutat. De nem, itt van a nagyvasút is mellettünk. Megérkeztünk, és látjátok, hogy az átjáró az a 111-es, vagyis hát a mindegy szelvényben van. Egyébként csak, hogy megnézzem, nem tudom, látjátok annyi az idő. 11 óra 58, úgyhogy végül is a tervet teljesítettem, mert úgy gondoltam, hogy ide érek körülbelül délre. Tehát azt úgy gondoltam, hogy ha délre megérkezek, akkor az jó, mert akkor még lesz időm rendesen megnézni az átlakót. Hát 2 perccel sikerült még túl is teljesíteni. És itt van itt, ez valószínűleg egy kulcsos név volt. De itt egyébként fénysodompó volt régebben.
csak miután a személyforgalmat megszüntették, szerelték le a fénysodompót, és lehet, hogy sima jelzőrös, mert az egy-két tervonat, ami a kisvasúton jött, annak ez elég volt. És egyébként itt van egy megálláshelye tábla is, nyilván ugye azért, hogy ugye jelzőre kellett fedezni az átjárót, ezt a megszüntetés után tették ki. Ebben biztos vagyok. És akkor látjátok, itt van a kisvasútnak az utolsó megvolt nyoma, és hoppá, ezt nézzétek, itt van a sínszál, eddig van meg. Nyilván ezt a sínszálat hagyták meg, ami az útátjárónál van. És itt van mellett a nagyvasút, itt kanyarodott. Aztán meg van, beleléptem, igen. Lecsúsztam a sínszáról. Szóval a kisvasút az itt ért be a nagyhoz. És ahogy látjátok, itt tűnik el a gazba. Na, hát akkor bozódhatsz előre. Sineket ugyan felszedték, de a betonaljak azok megvannak, és egészen az átlakóig itt lehet követni. Mert itt viszont ugye emelkedik, mert az átlakó az magasabban van, mint a nagyvasút. Tehát itt majd emelkedni fog a töltés. Igen, akkor akarod átmászni. Látjátok, itt volt a fénysodompónak a kapcsoló szekrény, vagy hát itt az egyik ilyen kiszámláló vagy behatási pontja, az integra, ez a fénysodompóhoz tartozott, és a vonóvezeték is megvan még, ami viszont az alakjelzőt működtette. Hát ez pedig valószínűleg egy vörös négyzettábla lesz, amit kiborítottak. És való igaz, hogy a pálya rész az járhatatlan, bár hogy ide mikor és miért tettek vörös négyzetet, azt nem tudom, mert amikor kizárták, azt szerintem az egész pályát kizárták, úgy Diós Jenőtől, mert utoljára a teherforgalom az idáig volt. Hogyha jól emlékszem, még a Tolmácsi ottani üzem kiszolgálása is hamarabb befejeződött, mint ahogy itt a Felsőpetényi bánya az még üzemelt. És egyébként na, itt vannak a talpfák, tehát most már itt ezeken a kisvasúti talpfákon mászkálok. És most megint elkezdett esni az eső. Örülünk neki, de nagyon. Kibírhatta volna még egy-két óráig. Látjátok, itt sétálom most a kisvasút töltésén. És itt már az emelkedő. Tehát itt egyleg ezen a dzsumbolyon keresztül ment a kisvasút. Hát, lehet ezt követni. Mindegy, megpróbáljuk. Egyébként itt van a nagyvasút is mellette. Megyek inkább ezen. Hát akkor fél, és itt van a Bánki vasútállomás. Tavaly óta nem sokat változott. És az a vágály ment az átlakó fele. Picit arrébb megyek, miután sikerült az összes kutyát fellármázni a környéken. Én majd itt valahol felmegyek az átlakóhoz. Au. Van egy kis bozótharc. És itt vagyunk, mert hát kisvasút az onnan jött. Fel az emelkedőn. És már mindjárt ott van túloldalt is. És itt sétálunk a öltésen. Még egy-két talp van. A pont ráléptem egyre. Várjatok csak. Tehát itt egy talpfa még megvan, meg azért egy-két talpfa meg betonalja az megmaradt. Az követi itt a kisvasútnak a nyomvonalát. Úgyhogy szépen gyalogolunk fölfele. És akkor nézzük, itt találtunk egy vágányzáró sodompót, és közben megérkezik. Hát innen már nem tudnak elmenni, hogy a felszedték a sereket, tehát annyi, hogy mi busszal fogunk menni. Azt tudom, igen. Ja, na. Akkor csak Felsőpetényben lesznek, ugye? Aha. Kár. És van azért, hogy YouTube csatornát is szoktál közlekedésbe videózni. Meg úgy egyébként hát, is mindenféle témába videózol. Úgyhogy szintén, amikor a videósok találkoznak. És akkor ugye haladunk is tovább fölfele egyébként. Ugye itt végig itt lejtőn ment a kisvasút, tehát itt valószínűleg itt a megrakott vagy a tüzes kocsikat itt csak leengedték, aztán ugye fékezéssel nyilván, de ide már nem kellett azért motorerő, hogy minden visszavigyék. Hú, épülete már, akkor nem is kell másokat menni. Valahogy itt. Tehát is csak kicsit benőtte itt a dzsumbú, de lehet haladni. Itt volt a legelső, és a vágányzáró sodompó az jó, aki nem tudna, annak esetleg így gyorsan elmondom, hogy az arra való, hogyha megfutamodott kocsik vannak, akkor az megfogja, hogy ne guduljon ki a nyílt vonalra. Hát, és akkor, hát gondolom ez volt valami a porta épület lehetett itt. Azért mindjárt belesünk, hogy mi van itt. Hát azért megmutatom, de ennyi. És akkor itt van az épületnek a másik oldala. És itt a dzsumbújon keresztül lehet tovább menni. Az átlakó az egyébként itt lesz majd valahol alattunk. Hát olyan fejlődött, tehát jobb oldott, igen, meg ott a végén. De ott a végén le is lehet menni. Tudom, mert akkor már akkor ott másztunk föl. Megyünk tovább és kiderül. Lefették a dzsumbújt, mert itt sokkal nézett.
De vigyázzál, mert vannak itt lyukak alattunk. Ja, már itt is, úgy emlékszem, hogy csak amúgy, de jó, majd azért hát, nézzünk a lábunk elé. Nem tudom egyébként, de... Mindegy, hallgatok rád még, és csak te vagy itt egy Béli. Legutoljára, amikor Kuárban cégik voltak, akkor volt, ami... De látkodik, hogy ez gyöngyű volt, szóval... És az is régen volt már. Az is már 18-ban volt. 18-ban nem, szóval... Hát én meg valamikor decemberben volt. Aha, itt van. Itt van az egyik. Hát igen, itt volt a... Hogy eddig csak felhozták a bányából az anyagot, és itt rakották át a nagyvasútra. Arra még esetleg emlékszel, hogy amikor még itt volt a rakodás? Ó, de hogy is. 2012-ben volt. Igen, hát én 2007-ben költöztünk ide. Igen. Hát igen, akkor végül is még láthattad, mert 2012-ben még láthattad, csak nem biztos, hogy emlékszel rá, persze, tehát... Igen. Hát én is csak videón láttam. Nem figyeltem az ilyen, de igen. Egyáltalán hány éves voltam, 9 éves. Igen, kérdez, hát viszont akkor már ugye... Mondom azzal, hogy hát, most már érdekel igen. Ezek a részben régen, marhára nem az érdekelt, sőt, nem tudom mi érdekelt, akkor kb. Semmi még. Szóval tényleg csak Móra Attila videóján láttam, amikor itt még tologatták a csillagokat. Szóval ugye 2014-ben kezdték el felszedni a kis vasutat, de hát gondolom, hogy akkor se érdekelt még annyira, hogy mondjuk lássad, vagy nézzed. Kis vasut az elfelejéken, ez olyan kis futatás lesz, hogy bánkol, hogy elmenni felszedni meg bele a bányába, vagy ez hogy lesz, mert... Ezt nézzétek, itt van a vágánynak a vége. És itt ez a luk, itt ürítették egyébként a csilléket valószínűleg idáig, behozták vonattal. Volt egy mellékvágány, ami itt van, ahova félre tudtak állni, és itt beállt ide a vasúti kocsi, és ide borították alá. Vagy csak kiborították, és innen dobálták be majd utána a tehervagonokba. Hát és akkor itt ennyi. De itt akkor már nem is vagyok tovább, mert itt azért van még egy pár luk. Mm-hmm. És itt nagyon a... Hát például itt igen. Ja, igen, pontosan, tehát itt is van egy luk, mert hát itt azért nem figyel az ember, akkor itt lehet esni egy kurva nagyot. Úgyhogy én vissza is mászok, és akkor majd itt valahol van egy létre, ahol le is lehet menni. Van. Igen, vagy itt le tudunk menni, és akkor megmutatom alulról is. Nem is stabil. Jó, de ezzel egyszer már lementem, akkor is kibírt. Na, ez volt az a luk, amit felülről láttunk az előbb. Első szinten, de ennek mi volt a funkciója, azt pontosan nem tudom, de egyébként itt van a... Vagy itt volt a nagyvasúti vágány mellette, mert érdekes módon ezt az egyet felszedték valami miatt. Hát nem tudom, hogy elő tudsz-e valamit, hát... Nem, az a baj, én tudok a legkevesebbet. Mindenkinek, hogy mutassam be ezt az egészet. Ja, de nem tudom. Annyit tudok, hogy ez itt létezik, hát, tehát, hogy meg hogy ez a neve. Az előbb mondtad, hogy 2007-ben költöztetek ide, és akkor zárták be a vonalat. Tehát a személy szállítás akkor szűnt meg rajta. Akkor voltam 4 éves. Igen, tehát arra biztos, hogy nem tudsz, nem is kérdezlek, mert úgyhogy semmi. Te nem láthattál már itt Bézét. Mert márciusban zárták be a vonalat, hogyha március után költöztetek ide, akkor már nem is láthattál itt Bézét. Arra viszont emlékszem, hogy a legutolsó kis vasutas, arra emlékszem, hogy akkor ide költöztünk, kb. Akkor volt a legutolsó kis vasutas út, de már ilyen emlék út, és akkor az utolsón még ültünk rajta, emlékszem, hogy szakadt az eső. Ja, ezért ami volt valamit, jó, de... ja, személyszállítás volt ezen a kis vasúton? Akkor? Csak ilyen emlékként. Ja, hát... Ilyen utolsó napos. Mert szerintem 2012-ben ezért szűnnek a forgalom a bányán, mert miután bezárták a Romhányi vonalat, hiszen mérfogás szempontjából még tehervonatok jártak idáig le, mert a bánya az még akkor szállított néhány évig. Igen. És akkor még a kis vasutat használták, csak és miután bezárt 12-ben, akkor... hát én még volt is róla szó, hogy felújítják meg ilyen turisztikai forgalomra beindítják, és meg is volt az akarat, mert a kemenceiek még segítettek is volna, csak aztán mégis inkább úgy döntött az önkormányzat, hogy akkor szedjük fel. Mondom, ilyen kis emlékszem, hogy felső. De ez viszont nem semmi. Felső petényig elmentünk, óra van. És hát tudtuk, hogy egyébként is marhalassan sétálunk még sokáig. Tehát az első 3-4 órát ad abból ezzel ezt kiskippeltük. Osztályfőnök nagyon csúnyán nézett ránk, valószínűleg tudta, hogy azért ezt teljesen direkt csináltuk, hogy lógjunk. Akkor igen, néhány betonalj azért még itt maradt, de itt biztos, hogy kisvasút ment végig. Ezt mikor szedték fel egyébként, ezt nem tudod véletlenül? Mondom, nem tudok semmit sem. Mindegy. Bár nem hiszem, hogy ezt a... Bár lehet, hogy akkor, mikor a másikat is. Ezt egyszerre szedték fel felső petényig. Azt el tudom képzelni.
Szóval itt mondjuk azért érdekes, hogy ide mondjuk be... Hát jó, még bejöttek ide kis vasúttal valószínűleg, és akkor itt volt az átlakodás. Valahogy. De ezt egy működés közben ez így érdekes lenne, és szerintem úgy emlékszem, hogy ez még a Múr Attilának a videóján sem volt rajta. De ez a labirintus, ez nem semmi. Itt simán lehetne valami paintball pályának, vagy ilyesmidek használni. Bár mondjuk a folyosó látna volt az, mert... Ezért szeretem az épületet, mert így alagutas az egész. Valami. De bújóskázni az például simán lehet benne. Mondjuk azért... Itt nem tudom, mi volt. Azért pontosan mássza arra föl, mert... Bár még az egész masszívnak tűnik. Jó videó lesz az a Benjo mászik. Benjo kell, fodorhozul. Ha van odaki part költözött ott annál, az két partnál. Ki az mondjuk, ez jó terep lenne. Ne felejtsük, hogy ez vidék. Egy kidobott háti permetező. Igen, ez jó sikerült. Vannak jó grafitik, és ez az. Itt van a bánki átrakó. Minden este, hát... Valamiért ezt a vágányt már felszették, ami ide vezetett. Még érdekes, hogy ezt miért, amikor a többit meg békén hagyták, és itt volt a mérlegelő. Itt tudták lemérni a teherkocsikat, miután arra fele megpakolták. Na, olyan képet viszont láttam, amikor itt rakodják a teherkocsikat, itt állnak más sorba, és jött a bézé. Innen, tehát az 2007 előtt még lehetett ilyet. Hát én nagyon szívesen figyelj, hogyha még egyáltalán BZ is, de tök mindegy, tehát hogyha még közlekedne erre vonat, én szerintem simán megcsinálom azt, hogy busz helyett vonattal közlekedik, ha még lassú. Csak az volt, hogy van fönt egyébként ilyen valós idejű videó is, amikor még ment a vonal. A mit lát a mozdonyvezető, így rákeresi YouTube-on, ott van, és akkor ez a 18 km, ami 50 perc alatt, mert még 20-as lassú jel volt végig. Hát igen, szóval. Meg van Pete Gabinak is gyorsított videója. Arról, mert ő is jött még rajta végig. Igen, azt viszont láttam. Na, akkor bánkon a busz megállóba, itt a busz, 10 perc múlva indul. Úgyhogy Benjónak köszönjük a szíves közleműködést, meg a sok hasznos infót. Igen, meg a vendéglátást is. Hát nem baj, akkor te is tanultál valami újat, én is tanultam valami újat. És egy konvoj. Esküvői menet. Nem tudom. Menni rendesen, most elment az autós konvoj. Benjónak a szíves közleműködésén. Bár még most éppen kisétált a képből, de most már visszajött, úgyhogy akkor ez a videó az ennyi lett volna, akkor majd a következő vonalvajás nem tudom mikor lesz, mert még az se, hogy hol, mert csak tervek vannak. Úgyhogy akkor sziasztok, ennyi lett volna.